A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogyan azt már itt megszokhatták az elmúlt napokban, folyamatosan jelentkezünk ünnepi beszélgetéssel, érdekes témákkal, megmutatjuk egy kicsit a közéletben is uh, mozgolódó, uh, ismert embereknek egy kicsit a más, a személyesebb oldalát, szóval ezekkel a kalandos pillanatokkal várjuk Önöket itt az ünnepi időszakban, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a kedves invitálást, a meghívást, és hát köszöntöm a televízió kedves nézőit is. ez az advent egy kicsit rövidebb volt a szokásosnál, talán ez is egy kicsit ilyen párhuzamos a felgyorsult világgal, de azért jutott-e idő egy kicsit a várakozásra, a felkészülésre, az elcsendesedésre? Azért jutott, de érzékelhető volt ez a bizonyos rövidsége az adventnek. Ugye tavai naptárhoz képest az idei naptár az egy héttel rövidebb adventet adott nekünk, azáltal, hogy a negyedik gyertyát az gyakorlatilag szentestén gyújtottuk meg, és ez vasárnapra esett, és ez azt jelezte, hogy, hogy valóban viszonylag gyorsan, sőt azt is mondhatnánk, hogy pillanatok alatt itt volt karácsony, ami persze örömteli, hiszen a karácsonyt nagyon szeretjük, és azt hiszem, hogy az élet most már nagyon-nagyon ritkán előálló azon időszak, amikor egy kicsit lelassul az idő, amikor egy kicsit, egy kicsit igazán fontos dolgokkal tudunk mélyrehatóan foglalkozni, és az advent meg egy ehhez vezető út. És hát szerintem mindenki, nyilván én is próbáltam megtalálni azt a nem könnyű egyensúlyt, hogy minden meg legyen, aminek adventben meg kell történnie, de közben azért ne felejtsük, hogy miről szól az advent, ez csak egy felkészülés, egy várakozási időpont. Azért szerintem nagyon sok olyan program rendezvény van adventben, hogy, hogyha valaki azoknak csak egy részére elmegy, részt vesz, akkor, akkor már tud egy kicsit készülődni, úgy, akár az új szövetség maraton, amikor, amikor, az új szövetség felolvasásával ott az első hétvégén a, a gyertyagyújtásokkal együtt elindult ez az időszak, a lorártémiség, adott esetben a különböző koncertek, mondjuk az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak a koncertje, a Ciszter az összkórussal, ami szerintem ami gyönyörű volt, és hát a polgármesternek van egy nagy szerencséje, hogy a, az irodájának ablaka a főtére nyílik. Egyrészt látom a karácsonyfát, meg látom este az adventi vásárt, az adventi fényeket. Másrészt hallom délelőttönként, ahogy az óvodai és iskolai diák és gyermek csoportok is 30-40 perces karácsonyi adventi programmal készülnek, nagy szülőknek, nagyszülőknek, érdeklődőknek, de azt mi is halljuk ott benne a Városházán, és azért ez mindig, mindig ad, lehet, hogy munka közben, de mégiscsak adja a hátterét annak, hogy azért most tényleg advent van. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat? Tudom, hogy nem szép dolog ilyet kérdezni egy polgármestertől, de nyilván biztos, hogy volt. <hállt> Nagyon sok ilyen volt. Én többet ki tudnék emelni, nehéz is most választani. Ha már beszéltem erről a bizonyos adventi karácsonyi koncertjéről a szimfonikusoknak, annak a legvégén a, a, egy kortás feldolgozásban és teljes kórussal megszólalt a Mennyből az angyal, ami, ami hát gyönyörű volt, és ott úgy jöttünk ki a templomból, mindenki azt mondta, hogy akkor most már nem is megyünk másnap dolgozni, mert most már akkor kezdődjön el a karácsony, mert ott hirtelen mindenki át és hát én nagyon szeretem azokat a pillanatokat, amikor amikor olyanoknak tudjuk egy kicsit szebbé tenni a mindennapjait, akiknek valami miatt egy kicsit nehezebb az életük, akár a, a gyermek otthon fele biztosított angyalok, karácsonyi angyalok, fejevár angyalai programsorozat, ami, ami régi hagyományokkal rendelkező, és most, most ezeknek a, a gyermekotthonos fiataloknak, gyermekeknek tudtuk átadni a kis ajándékainkat. Ez azért is nagyon szép, mert ezt pártállástól függetlenül tesszük meg képviselők együtt. Szerintem önmagában ennek van egy szép szimbolikus üzenete. És hát van még egy hagyományosan szép program, ami részt szoktam venni, az, ha már a gyerekekről beszéltem, az pedig a kórházban a mit családnak köszönhető, mert hogy apuka is két gyermeke most már évtizedek óta zenél a gyermekosztályon pár nappal karácsony előtt. Olyan gyermekeknek is szüleiknek, és nyilván az ott dolgozóknak, akiknek bizony, bizony, ezt a néhány napot is adott esetben a kórházba kell tölteni, és ez mindig egy nagyon-nagyon meghitt ünnepség. Ugyanúgy, mint akkor még egyet kiemelnék, mint az idősek karácsonya, az a révcsalnokba, ahol most teljes teltház volt, szó szerint álltak a, az emberek, és, és úgy láttam, hogy mosolyognak, jókedvűek, énekelnek, tapsolnak, és az advent, azt hiszem, hogy igenis erről a mosolyról szól, a felkészülésnek ez is a része. Megígértem ismeretségi körben is, hogy felteszem a kérdést, hogy sokan mondják azt, hogy az idei diszkivilágítás valahogy jobban megfogta az embereket, nagyon sokan szeretik a, a megújult elemeket az icsiligetben, és hogy ez ilyen terv is volt, hogy ez folyamatosan megújuljon? terv volt, és az is, hogy ne csak megújuljon idén, hanem bővüljön is. Őszintén szóval ezt mi tavalyra szerettük volna, csak aztán ott az energia a helyzetből fakadóan egyrészt talán morálisan is nehézen lehet volna vállalható, meg bizonytalan is volt a helyzet, és ha az emberektől azt kérjük, hogy takarékoskodjanak, akkor, akkor a másik oldalon nem üzenhetünk más. Még akkor sem, hogy ezt jó szívvel tesszük a közösség irányába. És elhalasztottuk egy esztendővel, nagyon örülök, hogy ezt most meg tudtuk valósítani. Köszönhetően azoknak a szakembereknek, akik akik ennek az előkészítésén végrehajtásán dolgoztak, akik kicsit megálmodták ezt a fényvilágot, és nem titok, hogy ezt a következő években is szeretnénk bővíteni. Szerintem is jól sikerült. Az Icsiliget most különösen, a Koriliget azt szerintem óriási siker, meg tudtuk növelni, nagyon-nagyon sokan használják. Jó ez a korona megjelenés fényjel, nagyon jól sikerült, hogy a Rénszarvas Fehérvár felirat együtt a Jávorottó téren. És meg is tudtuk nyújtani azt a területét a belvárosnak, ahol valamilyen módon fény van, hiszen még a csónakázótó szigetén is volt ö, fény elhelyezve. De mondom, szeretnénk bővíteni. Ugye kaptunk kritikát, itt is beszélgettünk pár nappal ezelőtt, és volt olyan. Kérdező, aki kérte, hogy, hogy a Kost utcában még, még további fényt szeretnének kérni az ott lakók, illetve az ottani kereskedők is. És már azon is elkezdtünk gondolkodni, hogy esetleg jövőre, hogy tudnánk bővíteni. Például a városházának ott nyílik egy gyönyörű kapuja az egykor Palota oldalán, ott van egy nagyon-nagyon-nagyon szép kovácsolt vas kis erké uh -huh. részlet, és például, hogyha azt föl tudnánk diszíteni, szerintem az nagyon-nagyon szép hangulatos lenne. Úgyhogy igen, cél volt, és cél lesz bővíteni. Annak nagyon örülök, hogy nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, nagyon jók a visszajelzések a kereskedőktől is az adventi vásárban résztvevőktől is uh, sokan voltak. Abba a az időjárás nem volt, vagy nagyon-nagyon cudar, akkor, 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 tömegek jöttek a belvárosba, sok fehérvári, sok környéken élő, és bizony messziről is jöttek. Veszprémből, Esztergomból, Miskolcról, Szegedről, Budapestről. Most azokat mondtam, akikkel én konkrétan találkoztam, és akik oda jöttek hozzám, hogy hogy nagyon-nagyon szép ez az adventi vásár. Többen közöttük azt is mondták, hogy jövőre visszatérnek. Úgyhogy szerintem érdemes ezt csinálni. Uh, és valljuk az elmúlt években nem volt könnyű, hiszen már a pandémia óta többször különböző okok miatt nem teljesen olyan volt az advent, mint amilyet megálmodunk, amit szeretünk, ami a hagyományainkhoz hozzátartozik. Úgyhogy most örülök, hogy teljes uh, ünnepi díszbe tudtunk öltözni. Soha nem szabad azonban elfelejteni, hogy fontos, hogy ez ne csak kív kívül külsőségekbe történjen meg, hanem kicsit le le lélekben, szívben is föl tudjunk karácsonyra készülni. Fogunk még a karácsonyi készülődésről beszélgetni, de ez, a, ez az alkalom. Azt még esetleg hagyd tegyem hozzá, Igen. elárulok ennyit, hogy a, a korona nem teljesen így ebben a formában, de úgy, úgy jött ötletként, hogy az én nagyfiam járt valahol a világban, ahol, ahol nem titok Szevíjában a barátokkal, és ott fotózott egy egy érdekes adventi díszt, és azt átküldte, hogy ez milyen jól néz ki szerinte. És ugyan nem az lett, mert úgy kellett gyártatni, máshogy alakítottuk ki Zicsiligethez kapcsolódóan, de valójában egy ilyen ötletből lett ez. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, hogyha lát, lát olyat, akár máshol is, vagy, vagy ő mag, neki magának van egy elképzelése, hogy hogy egy-egy adventi fényt, egy-egy díszt hogyan lehetne kialakítani, hova lehetne ilyet még elhelyezni, az küldje el nekem, és meg fogjuk vizsgálni a jövőre nézve. Viszont akkor maradjunk az ünnepeknél, amikor egyeztettünk erről a beszélgetésről és a díszeknél, akkor arra kértem, hogy hozzon magával valami fontos dolgot, ami, ami valamiért fontos önnek. Mi az, amit most elhozott nekünk? Ide, tettük erre a kis asztalkára, itt a koszorú és a gyertyák mellé. Ez egy kis angyalka, egészen konkrétan őrangyal. Egyrészt szerintem őrangyalra mindenkinek szüksége van. Másodszorban pedig ez, ez nekem azért nőtt a szívemhez, mert ez a fejevári kézművesek egy szerintem gyönyörű terméke. Nem titok, hogy az adventi vásárban vásároltam. Egyébként a kollégáim zöme is ilyet kapott most tőlem. És Egyrészt az van ráírva, hogy szeretet csomagolva. Szerintem önmagában ebbe sok minden benne van. Az angyalka, mint üzenet szerintem szintén fontos, és közben pedig a helyi kézművesek egy kis ö ö csodálatos mű műalkotása, ami az adventi válságból való. Tehát azt hiszem, sok minden megjelenik benne, amitől az advent szép időszak, és amitől a, a karácsony ö csodálatos ünnep. Ö ha már a karácsony csodálatos ünnepénél tartunk, akkor hát nyilván azért ez egy mozgalmas időszak, mondhatjuk azt a város életében is, nyilván a polgármester életében is. Hogy ott ilyenkor idő mégiscsak a családnak besegíteni, vagy be tud-e segíteni? Hogyan zajlik ez a készülődés a Cserpakovis családban? Igyekszem besegíteni, de azért úgy igaz, ha, ha elmondom, hogy a legnagyobb előkészítő feladatokat és munkákat azt azt a feleségem, Edina végezte az idei évben is. Egyébként a nagyfiam nagyon sokat segített neki, ezáltal engem is egy kicsit tehermentesített, édesanyjának pedig nem csak segítség volt, hanem szerintem a szívének, lelkének jót is tett, hogy a a gyermekével soko, tudott sok mindent együtt a készületben elvégezni, de azért én magam is végeztem, vég végzek sok mindent ilyenkor, és hát van a Jézuskával olyan találkozás is, amit csak én tehetek meg, mert olyanoknak szól az ajándék, akik, akik nem lehetnek részesei a, a, ennek a beszerzési folyamatnak, úgyhogy ez nyilván idén is megtörtént. Én azt látom, hogy néha egy kicsit átrohanjuk ezt az időszakot szó szerint, és akkor hirtelen ráeszmerünk, hogy hú, itt van, a, itt van a, 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 karácsony néhány napja, ami pedig aztán meg pillanatok alatt elmegy. Úgyhogy azt próbáltam, próbáltuk otthon megvalósítani, hogy amennyire lehet élvezzük ki ezt az időszakot, és legyenek otthon is karácsonyi fények, legyen olyan fa, amit a, amit a család szeretne, ott például a gyerekek kifejezetten kérik, hogy még mindig azt, hogy hogy, hogy, hogy nagyobb fa legyen, és és az legyen hát szépen... Mert annak van hangulata. Igen, mert szóval szerint ezt mondják, hogy ennek van hangulat, hogy igenis legyen adventi gyertya, legyen csillagszóró. Tehát látszik, hogy hogy szerintem ők is igénylik, hogy ezeket a hagyományokat vigyük, a, akár az éjfélmise, ami önmagában is szerintem egy, egy csodálatos közösségi élmény, hiszen ott rengetegen vannak minden esztendőben, mindegyik templomba, és, és, ott nagyon sokféle ember találkozik gyakorlatilag a karácsony első óráiba, és tudok akár egymásnak is a másnap egy pillantásra, egy mosolyjal, békés, boldog karácsonyt kívánni. Tehát szerintem ezeket fontos megélni. De persze azt is tudjuk, hogy ilyenkor azért a háziasszonyoknak kiemelten sok munkája és feladata van. Nekem az nagyon érdekes volt, ha már az idősek karácsonyát említettem, hogy ott kérdeztem, a várakoztunk még a műsor, és kérdeztem több hölgyet, hogy készülnek, készülnek. Mondták, hogy igen, mondom, sok lesz munka, azt mondták, ilyenkor, ilyenkor, sok. És akkor rögtön hozzátették, na de olyan örömteli. Hát jönnek a gyerekek, hazajönnek az unokák, hát találkozunk. Hát, hát olyan jól látni, amikor az az unoka megeszi azt a finom beglit. Tehát a sok munka és előkészület mellett valójában nem a teher része jött elő, hanem már a várakozás, hogy hadd csináljuk, mert akkor jön a család, és akkor együtt leszünk egy kicsit. És szerintem ez karácsonynak egy csodálatos lehetősége is, és szerintem üzenete is. Van-e olyan tradicionális étel, ami mindig az asztalra kerül önöknél? Talán mondhatom, hogy a hal az, az ilyen, akár halászlé formájában, akár, akár más formában, de hal mindig mindig van az asztalon, és hát a különböző bejegyéke, de hát, hát szerintem, ez, ez szerintem ezek mindegyike olyan, ami megint csak számos helyen megjelenik, és amikor az ember azt hiszi, hogy, hogy már már nem tud többet enni, akkor elmegy mondjuk vendégségbe, és ahol, ahol elétesznek újabb és újabb finomságokat. Úgyhogy hát ez szerintem nálunk is ugyanis történik ezekben a lapokban. Ilyenkor ez az alkalom mindig lehetőséget ad arra, és egy kicsit értékeljük az évet. Hát a 2023-as év kapcsán elmondható, hogy valóban ö, egy mozgalmas év volt, különböző rekordok is ö, megdőltek az idei évben is. Ö, vegyük ezeket sorra, hogy mondjuk mi volt az, ami, ami ilyen nagy-nagy változás volt ön szerint? Hát eh, talán azt mondom, hogy hogy nem következett be az a változás, amitől nagyon féltünk. Mert hogy egy évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor még ott volt az a, az a tartás a 2023-as esztendőtől, hogy azok a tragikus események, amik a világban történnek, és hatnak sajnos ránk is, és az energia árakban ez egyértelműen, szembeütlően megjelent, és nagyon drasztikusan jelent meg, hogy azok, azok olyan változásokat kényszerítenek majd ki a város mindennapi működéséből, hogy az hogy bizony egy nagyon negatív változás lesz. És ehhez képest szerintem a 2023-as esztendő ezekből kevesebbet realizált, sokkal normálisabb volt a működés, mint amitől féltünk egy évvel ezelőtt. És ezért mondom azt, hogy most az volt a legjobb változás, hogy nem volt akkora változás, mint amitől, amitől tartottunk. Tehát ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy, hogy egy év múlva így zárjuk a 2023-as évet, én biztos, hogy aláírtam volna. Úgyhogy amikor az embernek van hiányérzete így mégiscsak év vége fele, akkor én magamnak is mondom, hogy na de egy éve mindennel együtt elfogadtad volna, hogy a város ilyen évet zár, úgyhogy akkor szerintem legyünk igazságosak magunkkal, és akkor ismerjük el, hogy sok nehézség volt, sok próbatétel, vannak problémák természetesen, de, de a város nyugodtan, stabilan működött, békésen tudunk itt élni, ez továbbra is a közös otthonunk, és azért elég sok beruházást, fejlesztést meg tudtunk valósítani, el tudtunk kezdeni, tehát szerintem Székesfehérváros prosperált 2023-ban is. Ez nyilván nagyon-nagyon-nagyon sok embernek köszönhető, úgyhogy én most nem is emelnék ki egy-egy szektort vagy közösséget, hanem, hanem mindenkinek mondanék köszönetet, aki bármit tett, azért akár a saját munkája, révén is, hogy Székesfehér már működni és fejlődni tudjon ebben az évben is. A gazdaság talpra talán mondhatjuk ezt, ez tükrözi azt is, hogy az iparüzési adó bevétele gyakorlatilag újból rekordot döntött. Újból rekordot döntött, 26,6 milliárd forint ö, körül lesz a vége az iparüzési adó bevételnek, ezt meg talán egy picit meg is fogja haladni. Összehasonlításként tavaly ez 23 milliárd forint volt, Azért egy picit csalóka ez a több mint 3,5 milliárd forintos emelkedés, mert ennek a része a gazdasági növekedésből fogad, mert Fejérvár ipara gazdasága szerencsére meg ebbe a nem könnyű évben is tudott növekedni, de egy másik része az inflációból, mert az meghat azokra a tételekre, amiből az iparőzésre adó fizetése is és számítása történik. Tehát én most előre aláírnám ugyanezt a számot a 2000 24-es évben egy jóval alacsonyabb inflációs szint mellett, de, de ez egy nagyon-nagyon nagy mozgásteret adott idén is a városnak, és ad majd 2024-25-ben is, még akkor is, ha továbbra is tartani fogjuk, hogy a város nem fogja elkölteni az összes pénzt, ami rendelkezésre áll, hanem mindig képez tartalékokat. Az elmúlt évek Kőkeményen valóságként bebizonyították nekünk azt, hogy a városnak is kell, hogy legyen tartaléka, mert bármi történhet, és akkor kell tudni hova nyúlni, hogy a város működőképességét garantáljuk, úgyhogy tartalékba is helyezzük ennek a forrásnak egy jelentős részét, de azért ez azt is biztosítja, hogy egy abszolút nyugodt, békés, kiegyensúlyozott pénzügyi költségvetési év lesz a 2024-es esztendő. Ugye itt vagyunk a fűtési szezon kellős közepén, az energia árak hogy alakultak? Hát az egy évvel ezelőtti árak azok a horror kategóriába számítottak, nem belemenve az egyes részletekbe, de összességében egy olyan 10-11 szeres szorzó volt az azt megelőző esztendőhöz képest, ez brutális emelkedés, és ehhez képest azért most jelentősen mérséklődtek. Most a két évvel ezelőttihez képest olyan 3-4 szeres árakról beszélünk, ami jóval kevesebb, mint a fele. Viszont az egy évvel ezelőttinek, amit 2023-ban fizetnünk kellett. Úgyhogy ennek is köszönhető, és a kormányzati támogatásoknak is köszönhető, és a helyi vállalatok, gazdasági szereplők és az ott dolgozó emberek munkájának és az abból származó adóbevételeknek, hogy semmilyen korlátozó intézkedésre a hagyományos, józan észre is követett takarékosságon túl nem lesz szükség 2024-ben tehát minden normális keretek között fog működni, színház is működni fog, az úszoda is működni fog, közszolgáltatásokat is stabilan garantálni tudjuk, és fejlesztések is el fognak indulni a jövő esztendőben is. Ugye, hogyha már a normálitást elmitettük, talán a 2023-as esztendő volt az, ahol nagyjából a nagy rendezvényeket azért ö, ö, sikerült megtartani a COVID-előtti idők, vagy a COVID-előtti időkhöz hasonló mértékben, és mondhatjuk azt, hogy, hogy talán a közösség is újra ö, összekovácsolódott, és, és a közösség is tudott ebből töltekezni. És ennek én azért örülök nagyon, mert mindig elmondom, hogy minden fejlesztés fontos, minden működtetési feladat az elengedhetetlen. De valójában a nap végén az a lényeg, hogy mind ember hogy érezzük magunkat ebben a városban, és hogy ennek része az is, hogy nem egyedül vagyunk ebben a városban, hanem hogy ez egy közösség, és ha a közösség tud erősödni, akkor egyrészt szerintem az hoz egyéb eredményeket is, de, de valójában akkor, akkor több mosolyós emberrel fogunk találkozni, és ezekben az években a mosolyból talán kevesebb jutott, mint, mint ami egyébként az emberi létünkhöz hozzá tartozik. És ezért fontos az, hogy közösségi terek legyenek, rendezvények legyenek, események legyenek, ó, meg tudjuk hívni az embereket. És én azt tapasztaltam 23-ban, hogy bőven van erre igény. Tavasztól kezdve, királynapokon át, egészen az adventig, ha az embereket hívtuk, akkor az emberek jöttek. Ez igaz a szabadtéri rendezvényekre, igaz a, a, azokra a rendezvényekre, amit különböző épületekben, intézményekben szerveztünk meg. Elég egy munkácsi kiállítás óriási sikerére gondolni a múzeumban, de szerintem ilyen lesz az új multicsarnoknak a belépése, ami, ami olyan koncertek Fejváron történő megrendezését is lehetővé teszi majd, ami miatt egyébként ma a fejváriaknak el kell menni Veszprémbe, Győrbe, Szegedre vagy Budapestre, és én nem érzem másodrendű polgárnak a Fehérvárit, tehát ha, ha ezeknek a városoknak járt egy ilyen e, csarnok, akkor szerintem az Fehérvárnak is járt, és a Fehérváriak is megdolgoztak érte, és azért lesz ennek nagy jelentősége, mert a jégkorongtól kezdve, kosárlabdán keresztül, e, egészen a koncertekig, programokig, konferenciákig, ez megint közösségi teret hoz létre, a közösségi terek közösségi programokat eredményeznek, és az pedig azt fogja, e, azt hozza magával, hogy az embereknek lesz hol összejönniük, összegyűlniük. De mondom, az egyéb tereket is nézzük, akkor, akkor szerintem rengeteg közösségi program állt rendelkezésre, aki tehát szeretett volna programokra menni, rendezvényekre menni, eseményekkel részt venni, azt nyugodt szívvel tehette ezt meg Fehérváron. említette már, de hát emellett voltak még fontos fejlesztések, hogyha ezeket egy kicsit át tudnánk tekinteni. Mi az, ami a modern városok keretében megvalósult, és egyáltalán hogy a fejlesztések tekintetében? Hát egyrészt is ott van a, a kórházfejlesztés, ami szerintem egy, egy kiemelt fejlesztés és egy olyan beruházás, amiben azt hiszem, hogy száz emberből száz ember egyetért, és ez a mai világban egyáltalán nem legcsillendő eredmény. Ugye a belgyógyászati épületé épül, és ez 2024 közepetájékánál is fog készülni. Az iskolafejlesztési program keretében rengeteg iskola újult meg, van folyamatban fejlesztés, vagy indítunk hamarosan ilyet el, Tóparti, Kodolányi, Vasvári, Hétvezér, Munkácsi, és folytathatnánk az iskolák sorát, és ez a munka is folytatódni fog, és bizon benne, hogy pár héten belül, mondjuk az évet úgy tudjuk kezdeni, hogy már be fogunk tudni jelenteni szakképzési centrumhoz tartozó iskolák felújításával kapcsolatos jó híreket. Tehát az év ebből a szempontból is jól fog talán indulni. Az útfejlesztések közül befejeződött a déli összekötő építése, befejeződött a Móri építése, szerintem ezek is komoly eredmények. Környezetvédelem területén az erdősítési programot tudtuk folytatni, sok-sok száz fát tudtunk elültetni a városgannokság segítségével, saját forrásból vagy céges felajánlásként, és hát az alsóvárosi Rét az pedig egy zöld csodája, kiránduló helye lett a, a, a városnak, a legújabb ebben a körben, hiszen az elmúlt években több ilyet létre tudtunk már hozni. És pár nappal ezelőtt kimentem egy, egy kora reggelem, éppen kelt föl a nap, gyönyörű volt, és közben azt láttam, hogy kutyát sétáltattak, futottak többen, jöttek ki reggeli sétára. Ugyan most a játszótéren ott éppen nem volt semmi, de azért megállapítottuk, hogy na, oda is biztos sok család fog kilátogatni. Nem elfelejtve, hogy az alsóvárosi rétet beszerették volna építeni, méghozzá ipari üzemekkel ezt tudtuk elérni, hogy az állam forrásaiból a város meg tudta vásárolni, az uniós forrásokból meg ki tudta alakítani ezt a parkot. És aminek én mindig jelentőséget tulajdonítok, hogy a beruházások nem néhány nagy beruházásra koncentrálódtak csak, és csak mondjuk a belvárosra, hanem kisebb volumenű fejlesztéseket is együtt el tudtunk érni, és valamennyi városrészben történt valami. Például a közvilágítás cseréjére gondolok, több mint 11 ezer Lámpatestet cseréltünk korszerű energiatakarékos ledizzókra. Ez minden város részét érintette Székesfehérván. Hogyha a kultúra területére vonatkozunk, ott pedig egy gyakorlatilag az Árpádház program egyik, mondhatni, égköve készült el, amivel sikerült megmenteni a köztársaság mozi épületét, ugyanakkor egy gyönyörű új látogatóközponttal gazdagodott a város. Így van, és és bízom benne, hogy fogalmazok diplomatikusan, hogy óvatosan, hogy ez egy, egy egykor majd megvalósuló nagy fejlesztésnek az előszobájaként tudott megjelenni. Ami néhány száz méterre van. a nemzeti emlékehez kötődik, az is az egykörű koronázó templomhoz. De fontosnak éreztük, hogy nyilván az egy jóval nagyobb volumenű kérdés, de hogy legyen egy olyan hely, ahol egyrészt a tudós emberek, a múzeumi szakemberek tudnak dolgozni, kutatni, konferenciákat tartani, egymással találkozni, a másrészt a kőfaragványokat, amik ránk maradtak, méltó és biztonságos keretek között tudjuk részben raktározni, részben kutathatóvá tenni, részben bemutatni a nagyközönségnek. És igen, egy kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi a helyzet a nemzeti emlékhelyel. Tehát, ha mondjuk jön egy csoport, és bemegy először a látogatóközpontból, ott megkapja azt a szellemi tudást, és talán azt a kis lelki betevőt is, amivel a utána átsétál a, koronázó bazilika helyére, a nemzeti emlékhelyre, akkor máshogy lép már be abba, abba a térbe. És szerintem is érdemes kiemelni, hogy ezzel egyébként egy korábbi mozi épületet is meg tudtunk menteni. Tehát elmondhat, hogy a három régi mozú közül a barátság mozi most is moziként működik, a Petőfi mozi és a köztársaság mozi pedig ugyan nem muzik, moziként, de létezik, túllélt, felújított állapotba került, és kulturális közösségeket és tereket tudtunk ebben biztosítani, és nekik helyet adni. Kevés ilyen város van országosan, úgyhogy szerintem sok minden mellett erre is büszke lehet a város, és mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy Székesfehérvár továbbra is tele van értékkel. Sőt, még az egy érdekesség, legalábbis a minap ezen gondolkoztunk, hogy ott van a köztársaság mozi épülete, és a látogató központban a kiállító térben vetítik a, a, különböző háttereket a falra, tehát valahol azért ez a mozi funkció is érintőlegesen legyen maradt. Be, amikor egyrészt a megnyitó alkalmával ott minden működött, meg azóta is járt arra az ember, és körbenézett, és mindó egy kis moziba ütközött. Úgyhogy ezek az értékek, amiről előbb beszéltem, ezek, ezek megmaradtak, és lehet, hogy kicsit máshogy, lehet, hogy kicsit más célt szolgálva, de ugyanúgy a közösséget szolgálják. Ilyenkor mindig egy kicsit előre is tekintünk, 2024-től mit vár? Hát ha előbb azt mondtam, hogy Székesfélvár tele van értékkel, amiben hiszek, akkor, akkor azt, hogy ezt egyrészt az értékeinket meg tudjuk őrizni, ezeket fejleszteni tudjuk, és újabb és újabb értékekkel tudjuk gazdagítani, mert akkor gazdagszik a város, és ezáltal a Székesfélvár közössége. Én egy talán kicsit, és remélem, hogy egy van, nem kell beszámolnom arról, hogy na, ebben csalatkoznom kell, egy talán egy kicsit kiszámíthatóbb és nyugodtabb, békésebb évet várok. Legalábbis úgy látom, hogy így tudjuk lezárni 2023-at és elindítani 2024-et, az első egyik legfontosabb kérdés és döntés majd a közgyűlés előtt a város 2024. évi költségvetésének elfogadása lesz, ugye ez február 15-én fog megtörténni egy héttel, korábban fogom a testület elé beterjeszteni ezt a büdzsét. Ez, ez stabil közszolgáltatásokat, békés fejlődést fog garantálni a városnak, számos fejlesztéssel, indításával vagy, vagy tovább folytatásával. De tegyük hozzá, miután ugye tudjuk, hogy 24-ben ilyen is lesz, hogy nem lesz választási költségvetés, tehát továbbra is a város pénzügyi stabilitása az egy kulcskérdés, hitelfelvétellel nem számolunk, és a rendelkezésre álló források egy jelentős részét tartalékba fogjuk helyezni, ezáltal is garantálva a város biztonságos működését és fejlődését. Tehát ilyen értelemben 2024 az ugyanolyan esztendő, mint bármelyik másik, Amire talán egy kicsit nyugodtabban fordulhatunk rá, mint ahogy egy évvel ezelőtt, 23 esetében ezt elmondhattuk. És ha már közösségről beszéltünk, akkor itt azért az éveleje egy hagyományos közösségi programmal indul. Beszélgetésünk végén azt szeretném megkérdezni, hogy ez 2024-ben is így lesz? 2024-ben is lesz egy lencseosztás. Ugye ez a lencseosztás a Szerencsehozó Lencse címet nevet viseli régóta, és a célja is az volt, hogy a lencsével, mint egy hagyományok szerint a magyar gasztronómiában egyrészt finom, másrészt egészséges, harmadrészt a szerencsét üzenő étek, erre hívjuk a vendégeinket ugye a katonáink segítenek nekünk ennek előkészítésébe, meg is sok-sok századaggal fognak készülni, bizon benne, hogy az időjárás lehetővé teszi, hogy a programot megtarthassuk, szerencsésen indulhasson az új esztendő, és abba is bizom, hogy, hogy ami a másik célunk volt, az is meg tud így valósulni, hogy kicsit ünnepi, de mégiscsak még egy kicsit laza a program keretében egymásnak békés, boldog egészségben és mosolyban gazdag új esztendőt kívánjuk hogy este aztán érkezzen egy kicsit humoros pillanat, mert hogy az albaréges szimfonikus zenekarok újévi koncertjének ugye az első másodperceiben a hagyományok szerint a polgármester vezényli a zenekart. Tehát kar a karmesteri pálcátra vezényli. van, ez nekem nagy kihívás, és mindig <laughs> nagy izgalom. Mindenki másnak szerintem egy kicsit megmosolyogtató, de ezzel is egy kis vidám pillanatot, és egy jó évkezdetet fogunk remélem tudni elhozni az emberek mindennapjaiba. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget és áldott ünnepeket mindenkinek. Köszönjük szépen, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ezt a beszélgetést is visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! műsorszám termék tartalmazott